Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ez a Wesley paletta előadás sorozata. A paletta előadás sorozatnak abban az értelemben mindig személyi és nem tartalmi megkötöttsége van, hogy mindig ugye azokat az embereket kérjük fel, akiket fontosnak tartunk valamilyen szempontból, és utána ők határozzák meg azt, hogy a rendelkezésükre álló 4 órában milyen téma lehetséges, vagy milyen témák lehetségesek. Ebben az évben azonban úgy döntöttünk, hogy egy viszonylag kerek 56 évforduló van, és az elmúlt évek során hát teljesen világos lett, hogy a 1956 is része egy olyan hát emlékezetpolitikai manipuláció rendszernek, vagy egy emlékezetpolitikai offenzívának, ami jelentős ugye állami és kormányzati támogatással rendelkezik. Tehát úgy gondoltuk, hogy a paletta előadások sorozat, illetve a Wesley János lelkészképző főiskola sem maradhat ki abban az értelemben az évfordulóból, hogy valamilyen értelemben azt gondoltuk, hogy meg kell jelenítenünk egy manipulációmentes 56 képet. És hát ezért megpróbáljuk most erre az őszre koncentrálni azokat a paletta előadásos kollégákat, akiket hasonlóan az összes többi paletta előadásos emberhez alapvetően hát személyi okoknál fogva kérünk fel. De kifejezetten most hozzáírtuk ugye a címhez, hogy ez 1956 évfordulójához kötődik ez a néhány paletta előadás. Úgy szeretnénk mindenképpen kezdeni ezt a dolgot, vagy úgy szerettük volna elkezdeni a dolgot, hogy ez egyben egy tisztelgés és szolidaritás is legyen azokkal, akik az 1956-os intézetnek a legsúlyosabb időket idéző megszüntetésének hát közvetlen személyi áldozatai. És hát elmúlt alkalommal a jelenleg is hát itt körünkben lévő Őrsi László előadását hallgattuk, most pedig a mai napra Szegő Iván Miklós az, aki megtisztelt minket azzal, hogy eljöjjön. Ugye a paletta előadásnak azon kívül, hogy ezt egy pár szóban bevezetem, semmilyen más formális szabálya nincs, mint hogy az előadó azt vállalja, hogy amikor 9-kor nézzük, akkor egyre, amikor 13 órakor kezdünk, vagy 14 órakor kezdünk, akkor 18 órára befejezi a mondandóját, és ezen belül ő szabályozza, hogy hogyan történnek a dolgok, tehát hogy
biztatja a közönséget a közbevágásra, vagy megáll időnként, vagy szünetet tart, vagy nem tart szünetet. Nyilván nem tart szünetet, azt egyáltalán ne tartson szünetet, azt nyilván diszpreferálja mindenki, de hogy mikor tart szünetet, vagy milyen darabokban, az kizárólag az ő dolga. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy már ahogy ezt megbeszéltük, elindult a videófelvétel is, át is adom a szót. Azon most nem tudok segíteni, hogy az van aláírva, hogy Halmai Adrián, de Szegő Iván Miklós parancsolj. Bocsánat, ez az én gépem, múlt héten szétment a kamerája, a gépemnek is a mennyasszonyom gépéről. Értem. Tekintsük úgy, hogy erről is az Orbán kormány tehet. Hát igen, az, hogy nem tudok egy új gépet venni abban. Az a 2019-es Orbán kormány rendelet sokat számított, amivel gyakorlatilag lehetetlenné tették a munkánkat. Tehát, de a Soros tehet róla, bocsánat. Igen. És egy csomó más, most nem soroljuk fel a többieket. Igen, és... Jó, egészen alapvetően a Reykjavíki Bush-Gorbacsov megállapodás tehet. Hiszen ha ez nem lenne, akkor továbbra is szovjet megszállás lenne Magyarországon, és nem lenne... Igen. Tehát akkor én egy halvány gondolat se lettem volna valószínűleg. Na, tehát legalábbis mint történész. A lényeg az, hogy... Valóban egy 2015-ös, 56-os intézetbeli évkönyvnek az előkészítése az, amihez visszavezethető a mostani előadásom témája. Őrsi László is elvállalt akkor egy munkát, hogy megnézi, hogy mit csináltak a pesti srácok, mármint azoknak a vezetői, tehát a fegyveres felkelésben vezető szerepet játszó parancsnokok és parancsnok helyettesek mit csináltak 1945-ben, ugyanis ez egy olyan kötet lett volna, hogy magyarok 1945-ben, na nézzük, talán így jobban látszik, nem tudom, én fordítva látom, tehát ez az a kötet lett volna, és... Hát együtt beszélgettünk, hogy miről kéne írnia, mert ugye az 56-osok 45-ben, hát ez ugye, mint hogy vannak 20 évesek köztük, tehát majd kiderül a kutatásunk részleteiből, hogy azért nem mindig hozott releváns eredményt a kutatásunk, de pont ez az érdekes benne, hogyha nem hoz releváns eredményt, akkor hogyan tudjuk megközelíteni a problémát. Tehát az a lényeg, hogy egy 45-ös kötethez kerestünk 56-os vonatkozásokat, és így jött a gondolat, mint hogy egyébként megnéztük, hogy mit csinálnak 45-ben, és a többség, hogyha egyáltalán csinált valamit, tehát hogy elérte a nagykorúságot, 18 éves kort, vagy legalább 16-ot mondjuk, akkor általában katona volt, tehát ezt nehéz lett volna elemezgetni tovább, ugyanis a szempontunk alapvetően egy szociológiai szempont volt, egy történeti szociológiai szempont, alakult át a vizsgálat. Végül is egy sajátos társadalmi mobilitás vizsgálatot csináltunk, hogy hogyan alakult az 56-osok 45 és 56 közötti mobilitása, társadalmi mobilitása, tehát hogy mit csináltak 45-ben, és hogy kerültek a forradalom közepébe, tehát a fegyveres felkelők parancsnokai, azok tényleg a forradalom központi alakjai közé tartoztak, és itt hangsúlyozni kell azt, amiről Nagy Péter Tibor beszélt, hogy itt a hivatalos narratívák, amik mostanában ugye csak a pesti srácokat hangsúlyozzák, azért ez ugye nyilvánvaló, hogy nem igaz, tehát a Nagy Imre csoport, az értelmiségi csoportok, és hát számos más munkástanácsok, forradalmi bizottságok, megyei szervezetek, mondjuk Győr-Sopron megyében, szóval elképesztően tarka az a forradalom, amiről beszélünk, és nem egyszerűsíthető le
egyszerűen csak a pesti srácokra. Mi ettől függetlenül most kivételesen csak a pesti srácokat vizsgáltuk, de itt is próbáltuk azt a narratívát megtörni, ami 3-4 irányból is egysíkúnak bizonyult. Tehát ugye kezdjük a legrosszabbtól, tehát a kádárkori megtorlástól, ahol Őrsi László befejezte az előző előadását. Ugye a kádárkori propaganda egyszerűen csőcseléknek, vagy hortista tisztek lázadásának, meg hasonló ilyen sztereotíp és igaztalan állításokkal próbálta megbélyegezni az 56-os forradalom résztvevőit, és tulajdonképpen mi ennek mentünk utána, hogy egyrészt hát Ungvári Krisztián, ugye 56-os intézetbeli volt kollégánk szintén, vagy kollégánk az alapítványnál, ugye ő már sokszor elemezte, hogy az a hortista tisztek jelentős része nem aktivizálta magát, de Rajner M. János Századosok című munkája is erről szól, hogy 56-ban nagyon sok hortistának minősített tiszt már olyan megpróbáltatásokon ment keresztül 45 és 56 között, hogy 56-ban nem voltak annyira aktívak, de kitérünk arra, hogy természetesen voltak a felkelő parancsnokok között ilyenek is. A lényeg az, hogy egyébként bárki bármilyen észrevételt eszébe jut, nyugodtan vágjon közbe, mert ez egy szerintem egy ilyen, ez segíti az én előadásomat, tehát megköszönöm, hogyha kiegészít valakit bármit, hogyha Őrsi Lászlónak, vagy bárkinek, mindenkit üdvözlök itt a hallgatóság körében. Igen, tehát ott tartottunk, hogy mi egy történelmi társadalmi mobilitás vizsgálatot csináltunk végül, 45 és 56 között akartuk megnézni, hogy ki mit csinált, de mint hogy 45-ben a többség gyerek volt, illetve katona, vagy fogságban volt, vagy a holokauszt túlélőjeként tért haza, és ez is egy fontos dolog, hogy nem hortista tisztek felkelése volt az 56-os forradalom, többen is, tehát a holokauszt túlélői voltak, akiknek családtagjai tömegesen tűntek el, tényleg óriási számú veszteséget szenvedett néhány család, hát azt hiszem Nikelsburg László az egyik, akit említhetünk, akinek rokonai, és tehát megszenvedték ezt a borzalmat. Tehát az a lényeg, hogy mi azt a narratívát is próbáltuk cáfolni, hogy itt egy csőcselékről lenne szó a fegyveres felkelés vezetésében, és ehhez mi nem szlogeneket használtunk fel, vagy ideológiai paneleket, hanem megnéztük, hogy ki mit csinált az első foglalkozásától kezdve 1945-ön át 1956-ig, és tehát ez lenne ugye az intragenerációs mobilitás, és megnéztük az intergenerációs mobilitásukat is, tehát hogy a szüleikhez képest hová jutottak 1956-ra a felkelő parancsnokok. Egy körülbelül hát 100 alatti létszámú csoportról van szó, tehát nem egy nagy statisztikai mintán dolgoztunk, tehát nem ilyen számítógépes programokat nem írtunk ehhez a vizsgálathoz. 60-80 embert vizsgáltunk nagyjából. Ezt természetesen Őrsi László munkái alapján választottuk ki, tehát a teljes adatbázis, amin vizsgálódtunk, az mind Őrsi László kutatásain alapul. Őrsi László kutatásai pedig minden esetben dokumentumokon alapultak, tehát itt az életrajzokat hivatalos dokumentumokból próbáltuk rekonstruálni. Természetesen nem hittünk el minden adatot, de abban bíztunk, hogy elég nagy számú csoport lévén, tehát ahhoz már elég nagy számú, hogy a statisztikai, vagy mondjuk az egyedi hibákat a
számok egy kicsit korrigálják, tehát abban bíztunk, hogy azért tendenciákat legalább észlelni tudunk. Éppen ezért ahhoz, hogy társadalmi mobilitást vizsgáljunk, ugye azt tudjuk jól, hogy előtte egy rétegződés modellt kellett csinálnunk, tehát gyakorlatilag a munkánk egy része abból adódott, hogy abból tevődött össze, hogy a korabeli és azóta készült társadalmi rétegződés elméleteket összevetettük egymással, próbáltuk korrigálni a hibáikat, vagy az előnyeiket, főleg azokat kombináltuk aztán a végén, és kialakítottunk egy olyan rétegződés modellt, ami nagyjából megfelel sok neves szociológus, Ferge Zsuzsa, részben a Kolosi Tamás, de Andorka Rudolf munkáit is felhasználtuk ehhez. A lényeg az, hogy kialakítottunk egy nagyon, tehát egy olyan modellt, ami releváns arra a csoportra, amit vizsgáltunk. Nem feltétlenül releváns a mindenkori magyar társadalomra, a mindenkori magyar társadalom rétegződését szerintem negyed századonként simán felül kell írni. Olyan durva beavatkozások történtek egyrészt állami irányítással a magyar társadalomban, másrészt meg spontán folyamatok vagy világtrendeket követő változások miatt is változott természetesen a magyar társadalom szerkezete, de mi az a lényeg, hogy felállítottunk egy jó pár kategóriát, és néhány érdekesség ebből, tehát mi tulajdonképpen ugye 56-ra vonatkozóan már nem számoltunk például ugye nagy tőkés vagy arisztokrata társadalmi réteggel, ugye nyilvánvaló ez már akkor irreleváns lett volna. Ezért a mi csúcs kategóriánk például a vizsgálat során a vezető és értelmiségi kategória volt. Nyilván egy hortikori rétegződés vizsgálathoz ez nem lenne megfelelő kategória. Egyébként a szülőknél néztük, tehát hogy mondjuk egy Batthyány grófot ugye azért a hortikori elithez sorolhatunk, aki mondjuk lehetett 56-ban mondjuk segédmunkás, és ilyen értelemben visszacsatolhatok oda, hogy lehetett formailag csőcseléknek nevezni, ugye állás nélkül tengődő börtönbe vetett embereket, csak hogy tudni kell, Gyarmati György kutatásait is felhasználtuk itt, ugye, hogy a magyar társadalomból 1 millió embert vontak büntetőeljárás alá 1945 és 56 között, tehát az, hogy valaki büntetett előilletű, az, hát hogy mondjam, felnőtt korát tekintve mondjuk 7-8 millió embernél, ez nem ritka, és a büntető eljárások pedig olyan büntető eljárások, amelyek egy része ma már nem minősülne büntetendő cselekménynek. Tehát itt nagyon sok szempontot kellett mérlegelnünk, és visszatérve a narratívák cáfolásához, tehát volt egy kádári narratíva, hogy a csőcselék csinálta, volt egy, mondjuk így, hogy egy liberális narratíva, hogy a szent suhancok csinálták a forradalmat, és ez egyébként, ezek mind létező narratívák, és ugye a mostani kormányzat pedig a pesti srácokra koncentrál szinte kizárólag 56-ban, mintha mindent ők csináltak volna, és nem, mondjuk Nagy Imrét azt gyakorlatilag törlik, próbálják törölni a nemzet emlékezetéből. Mi természetesen most, mint hogy ezt a csoportot vizsgáltuk, ez egy nagyon speciális csoport a felkelőkön belül is. Tehát, hogy a felkelők egészét társadalmi mobilitás szempontjából tervezzük vizsgálni, és az már látszik, hogy nyilvánvalóan eltér a felkelők összességének a társadalmi mobilitása a felkelő csoportok vezéreinek mobilitásától, de az a lényeg, hogy nagyon érdekes megállapításokra jutottunk a felkelő vezéreket illetően. Tehát
az a lényeg, hogy arra jöttünk rá, hogy a felkelés, fegyveres felkelés vezetői jelentős részben nem a szent suhancok és nem a kádári által csőcseléknek nevezett társadalmi csoportokból került ki, hanem éppen a társadalmi mobilitás vizsgálat során mutattuk ki, hogy jelentős részük a Horthy-korban vezető, vagy értelmiségi, vagy arisztokrata, vagy polgári családból származott, akiket viszont valóban 1945 és 56 között, vagy már 44-ben és 45-ben olyan traumák értek, amelyeket megpróbáltak elhárítani. Tehát ezek a felkelő parancsnokok nem tűrték szótlanul már korábban sem az őket ért veszteségeket, megtorlásokat, vagy büntetéseket, vagy vagyonuk elkobzását, hanem megpróbáltak a karrierükön különböző módokon segíteni. Tehát, hogyha a Mertoni szociológiai megközelítést nézzük, ugye a bűnözők is tulajdonképpen jó célért küzdenek, csak rossz eszközzel, tehát meg akarnak gazdagodni érvényesen, stb. Tehát van egy ilyen rétege is a vizsgált csoportunknak, de a lényeg az, hogy arra jöttünk rá, hogy a 45 és 56 közötti változásoknak az eredője az volt, hogy a társadalmat az önálló foglalkozást űző társadalmi rétegeket megfosztották korábbi létalapjuktól, foglalkozásuktól, elvették a vagyonukat, megszüntették az állásaikat, szakmájukat. Ettől függetlenül csinálhatták ugyanazt, mint korábban. Tehát aki egy önálló fuvaros volt, az simán lehetett a 56-ban egy minisztériumi sofőr, most csak mondok egy példát. Nagyon sok sofőrrel találkozunk egyébként az adatok között, tehát ez nem egy kiragadott példa, illetve kiragadott példa, de viszonylag jellemző a csoportra, hogy megpróbáltak elhelyezkedni legalább valamilyen stabil állásban, tehát az önálló vállalkozó helyett egy alkalmazotti státuszba kényszerült bele valaki. Ugyanígy, hogyha valaki egy cipészmester volt önállóan, de egy cipőgyári munkás lett, akkor lehet, hogy hasonló dolgot csinált, csak éppen az önállóságát vesztette el, az anyagi helyzete romolhatott, stb. Akiket pedig büntetőeljárás alá vontak, azoknak a státusza pedig nyilvánvalóan romlott a vizsgált időszakban. Na nézzük, hogy mire jutottunk tulajdonképpen az egész vizsgálat során. Tehát arra jutottunk, hogy az apa foglalkozása az 56-os fegyveres felkelés vezetőinek társadalmi mobilitását vizsgálva, tehát az intergenerációs, tehát a nemzedékek közti mobilitást vizsgálva, tehát 18% vezető vagy értelmiségi volt, ami a magyar társadalom akkori, tehát az 56-os magyar társadalom összetétele, az, hogy nyilván a társadalomnak nem a 20%-a volt vezető származású és értelmiségi, és az egyéb szellemi foglalkozású szülők aránya az 9% volt, tehát összesen 27%-a volt a felkelő parancsnokok szüleinek vezető, értelmiségi vagy önálló foglalkozású. Tehát mondhatnánk azt, hogy a polgári társadalomnak a leszármazottai voltak. Ez már eleve kizárja, hogy ők csőcselék lettek volna bármilyen szinten. Azt is cáfolja, hogy szentsuhancok lettek volna, ami a mondjuk a demokratikus ellenzéknek a narratívája volt, de egyébként természetesen a felkelő többségétől eltérnek a felkelő parancsnokok, ezt még egyszer hangsúlyozom. Tehát aki irányította a felkelést, az annak körülbelül, majd, tehát több mint egy negyede vezető, értelmiségi, arisztokrata, vállalkozó volt a Horthy-korban. Tehát ez egyértelműen jelzi, hogy egy
messze felül reprezentálva vannak az adott, ezt megnéztük, hogy az adott magyar, adott korabeli magyar társadalom összetételéhez képest egy messze az elit, vagy közvetlenül elit alatti rétegekből került ki a felkelő parancsnokok szülei. Most nézzük az egyet. Bocsás, hogy ehhez mutatnénk valamit? Igen, nagyon örülök, persze, természetesen. Hogy erről a dologról, tehát arról, hogy a klasszikusan, tehát, hogy mondjam, népszámlálási vagy statisztikai értelemben alacsony státuszú embereknek az alacsony státusza az egy ilyen politikai deklasszációnak az eredménye. Erről van empíria is. A következő, hogy ugye amikor készültek ilyen nagy, olyan nagy mobilitáskutatások, amelyek megvizsgálták ugye az emberek szüleinek az összefüggését. Egy tollat. Igen. Az iskolázottságát és a foglalkozását. Akkor elkülöníthető volt, én ezt ugyanakkor nem tették meg, de aztán később a 90-es években, én ezeket fel, 90-es évek végén feldolgozva ezt megtettem, hogy elkülönítettük azt a csoportot, akinek vagy a szülei státusza, vagy a iskolázottsága felfelé inadekvát volt a foglalkozási helyzetével. És ez egyfajta objektiváció volt. Tehát ez egyfajta objektiváció volt, hogy nem tudom én, a főszabályként a érettségizett emberek gyerekei ugye elsőbrő többségükben ugye felsőfokú végén, már azoknak az érettségizett embereknek a gyerekei, akik a 20. század első felében éltek. Tehát azoknak az érettségizett embereknek a gyerekei, azok a, és mondjuk megszülettek 1930 után. Ezeknek az embereknek az elsöprő többsége, vagy 20 után, inkább így mondanám, tehát megszülettek 20 után, akkor ezeknek az embereknek az elsöprő többsége, vagy nagyon nagy része az ugye felsőfokú végzettségű volt. És akkor ott ugye egyrészt azt lehet megragadni, hogy ezek közül a legfiatalabbaknak nincs felsőfokú végzettsége, tehát már érvényesül velük szemben az, hogy a gimnázium végig még eljuttak, de nem veszik fel őket az egyetemre, ha életkorilag olyanok, akik 1948-ban érnék el a 18-at. Illetve, és ez rendkívül érdekes, hogy van, meglehetősen nagy számban vannak olyan felsőfokú végzettségű emberek, akik fizikai munkakörben vannak. És ugye ez nyilvánvalóan egy expandálódó gazdaságban, ennek más oka, mint politikai diszkrimináció nem nagyon lehet. Viszont ami érdekes, és ezt szerintem ez itt elég fontos, hogy az úgynevezett státusz inkonzisztenciára vonatkozó vizsgálatok 1970 körül megnézve, vagy 1960 körül is megnézve, meg 1980 körül megnézve, és utoljára most 2011 körül megnézve. A 11-es az már nem számít, ugye, mert akkor már meghaltak ugye ezek az emberek. De hogy ezek a korábbi vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy 1960-ban az értelmiségben legnagyobb arányban inkonzisztensek a jogász végzettségűek. Tehát teljesen világos, hogy azért nem egy, tehát nem általános diszkrimináció sújtotta vagy nem egyenletes diszkrimináció sújtotta a holtikori értelmiséget ilyen deklasszálódási szempontból, hanem lényegében a közigazgatási, tehát a hatalmi mechanizmusa. Felteszem, hogy azért nem a katonatisztek, azért nem a hivatásos katonatisztek a kiemelkedő réteg, mert hát ha a Gosztonyi adatainak hinni lehet, akkor azok közül sokkal több van emigrációban.
arányaiban. Ennyit akartam csak mondani. Ez nagyon érdekes mindenki. Ja, bocsánat, Őrsi László. Ha úgy is meghallgattuk, csak annyit mondok, hogy itt a Iván nagyon szerényen fogalmaz. Mindaz, amiről szó van, az, hogy többes számban írja. Hát én az alapkutatáson kívül ebben a dologban nem csináltam semmi, nagyon nem értek a szociológiához. Tehát mindaz, amit itt elmond az egyes számra, épp pedig az Iván munkáját érthető. Én nem tettem ehhez már semmit hozzá. Én nagyon értek hozzá. Ugyanúgy jártam a későbbi könyvemben a Pesti Lányokban, ott pedig Kádár Zsuzsanna volt az, aki ebben a dologban hozzátette a szociológiai jellemzőket. Úgyhogy ez azért fontos hozzátenni, hogy nem szeretnék én más tolvaival érkezkedni. De ez nem igaz, ezt viszont cáfolom, ugyanis együtt ültünk és rágtuk végig minden egyes felkelő parancsnok életét, ott ültünk Lacos irodájában, és, vagy hát nem irodájában, hanem dolgozószobájában, és egyenként, mint hogy már megvolt a rétegződés elméletek alapján felállított saját rétegződés modellünk. Ezeket az embereket egyenként néztük, hogy mondjuk a Batthyány gróf, nem tudom mikor még, talán most nem emlékszem, talán diplomata is volt, most nem akarok tévedni, de valami komoly foglalkozása volt a Hortikorban, úgy indult, aztán nem tudom, segédmunkás lett, amikor az első megtorlások érték, de utána újra azt hiszem szakmunkás, vagy a betanított munkásig emelkedett, de akkor megint vissza, mert megint valami újabb eljárás, tehát hogy ezek az emberek azt láttuk, hogy általában hullámzó mobilitást mutatnak, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát egyrészt lefelé mutat a társadalmi státuszuk folyamatosan romlik, de ők egyénileg, és hát ezért lesznek majd tulajdonképpen ez a magyarázatunk, hogy ezért lesznek ők a felkiskelő parancsnokok, vagy hát nem a magyarázatunk, de a feltételezésünk az adatok alapján, hogy valószínűleg nem véletlenül lesznek ezek a felkelő parancsnokok, ők azok, akik ezt a folyamatosan romló státuszt nem hajlandóak elfogadni, már 45 és mondjuk 55 között is már megpróbáltak kiugrani a egyéni szinten próbáltak a családi, tehát tulajdonképpen igen, még egy nagyon fontos, hogy a családi, tehát amiről a Péter beszélt, tehát a családi hátrány, tehát az intergenerációs hátrányt, hogy ők mondjuk hortista tisztek gyerekei voltak, most mondjuk tegyük fel, azt ők egyéni szinten intragenerációs mobilitásuk inkább felfelé mutat. A kettőnek az eredője még mindig lefelé megy, de az inter és az intragenerációs mobilitás az más, mert ezek az emberek nem nyugszanak bele abba, hogy ők egy segédmunkását teszik. Tehát egy Batthyány gróf nem nyugszik bele. Romsics könyvében van ugye egy odeszkáki hercegnő, aki a gyárban ott falatozik valami zsíros kenyeret a munkásokkal. Valószínűleg ő már kb. 70 éves hölgyről van szó, tehát ő már valószínűleg belenyugodott ebbe, tehát őt nem fogjuk megtalálni a forradalom felkelő parancsnokai között, de egy Batthyány gróf, aki ugye mondjuk ereje teljében van, és őt hát mondjuk így persztésen szivatja a rendszer 11 évig, 45 és 56 között, az nem nyugszik bele, tehát egy intragenerációs mobilitásra felfelé mutat, tehát segédmunkásból mondjuk azt hiszem betanított munkásig fel tud emelkedni, tehát a rétegződés elméletünkben ezeket megkülönböztettük egymástól, de mondjuk nyilván nem érte el a hortikori státuszát, ugye ezt nem kell mondanom, tehát az egésznek az eredője, tehát az intergenerációs... Hát a hatalmas években fogja elérni. Ha nem volt, igen, de ők ugye felkelő parancsnokok, és ez ja, így van, más, és, igen, az, igen, és a 80-as évekre már valószínűleg, mert arra nem tértél ki, az érdekes lenne, de szerintem a 80-as évekre már nagyon jelentő, hogy sikerül nagy részt visszanyerniük a legalább azt a, annak megfelelő státuszt. Utasi Ági az azt mondja, hogy van egy ilyen kutatása a kisvárosi elitekről. És a kisvárosi elitek a 60-as évek végére lényegében ugyanazokból a családokból kerülnek ki, mint a Horthy korszakban. Azzal a különbséggel, hogy míg a Horthy korszakban
az elitben elsősorban a ugye, ilyen jogász jellegű elit van, ezekből a vezető családokból, addig a 60-as évek végére ők elsősorban ez a orvos, főépítész, tehát egy ilyen kvázi értelmiség, igen. Ugyanerre jut Rainer M. János történészi módszerekkel, ugye ő egyenként megnézi 160 gortiszta katonati sorsát, és akik ugye nem emigrálnak, azok műszaki, vagy mondjuk ugye itt ugye az édesapja évfolyamáról van szó, tehát hogy mondjuk Perjes Géza ugye történész lesz, hat történész az egyik legjobb a 20. századi hat történészek közül. Tehát szakmai, műszaki, több diplomát szerző emberek lesznek. Rainer is írja, hogy néhányan jól döntöttek, hogy volt, aki 45 után folyamatosan próbált a néphadseregbe beilleszkedni, elvégzett 15 marxista szakosító tanfolyamot, de 48-ban még esetleg visszahívták, mert ugye a hadipar felfuttatása miatt szükség volt rá, de 50-re elvégezték a Zrínyi Akadémián, vagy nem tudom, hogy hívták éppen akkor az új tisztek végeztek, és akkor 50-ig mindenkit, vagy hát döntő többségét a ortista tiszteknek leépítették. Akik már 45-ben elkezdtek tanulni, mondjuk műszaki, történészi, ki tudja milyen pályát, azok érvényesülnek majd a 60-as, 80-as években, attól függően, mikor érik el azt a körülbelül státuszt, amiről beszélt. Egyébként Utasi Ágnes kutatásait szintén használjuk, én használom egy másik kutatásban is, tehát természetesen igen. Tehát ezek az életstílus csoportok is például fontosak. Na, tehát visszatérve az eredményeinkre, nem tudom, hogy van-e valakinek még hozzátenni valója. Tehát visszatérve az eredményekre, tehát azt látjuk, hogy a szülőknek olyan 27%-a szellemi és vezető és értelmiségi, a felkelő parancsnokoknál, és további 20%-a önálló volt. Ez jelentheti azt, hogy egy falusi fuvaros volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy a Weiss Manfred művek vezérigazgatója volt, pont az nem önálló egyébként, de szóval, hogy mondjuk tulajdonosa lett volna. Tehát ez lehet falusi fuvarozó is, de akkor is az a lényeg, hogy körülbelül 47%-a a vizsgált csoportnak gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy polgári, vagy polgárosodó, vagy nagypolgári élet, vagy arisztokrata volt. Tehát azért ez a korabeli magyar társadalom összetételéhez képest, hát ugye ezt gondolom, Péter, nem kell mondanom, hogy ez elképesztően felülreprezentált a két csoport. Tehát 56-ban, hogy egy 80 fős csoportból 40-en korábban majdnem 40-en, mondjuk korábban arisztokraták, vezető értelmiségi szülőktől származnak, vagy polgári szülőktől, azért ez nem volt jellemző 56-ban. És egyébként a felkelők többségére sem jellemző ez, ez a felkelő parancsnokokra jellemző, ezt hangsúlyozom újra. Ugye utána van 18% a szülők közül, aki nem önálló alsó középosztálybeli, most mondjuk azt, hogy postás, alsó, tehát tiszthelyettes a hadseregben, tehát olyan házmester, most mondtam ilyen funkciókat, amik az alsó középosztályra jellemző. 11% a szülőknek szakmunkás, tehát abba azért bele kell gondolnunk, hogy aki szakmunkás a Horthy korban, az ugye mondjuk döntően mondjuk a, mondhatjuk azt, hogy a munkás arisztokrácia része. Tehát aki a Horthy korban egy szakmunkás végzettséggel dolgozott, arról nagyon sok kutatás van, Valuh Tibor, most hirtelen akartam még három nevet mondani, nagyon sokan vizsgálják, tehát ez egyértelmű, hogy a munkás rétegen belül is van egy rétegzettség, tehát hogyha még ezt a réteget hozzászámoljuk, hát akkor már nem is tudom, hány százaléknál tartunk, ilyen 50-valahány százaléknál, a szülők tekintetében, tehát a felkelő parancsnokok szülei tekintetében beszélek, tehát ott óriási számban vannak olyan szülők, akik relatíve jó státuszú
Az alsó középosztályt nem számolom ide, tehát a postások, házmesterek a szülők között az nem ide tartozik. De hogyha tehát ha a vezető értelmiségi, egyéb szellemi, az önálló és a szakmunkás szülőket összeadom, akkor 29, 39, 47, 58% jön ki a felkelő parancsnokoknál, akiknek a szülei a hortikorban valamilyen szinten kedvező státuszban voltak. Most a többiek, ugye nyilván 42%-nak kell kijönnie, ugye nem önálló alsó középosztálybeli szakképzetlen munkás, illetve hát minimális a parasztok aránya, vagy föld, és megkülönböztetjük a mezőgazdasági munkást is, tehát mondjuk az agrárproletárt, azt nem soroltuk parasztok közé, tehát az önállóan gazdálkodó földművesek közé, tehát igyekeztünk ezt is megkülönböztetni. Ez egy-egy eset volt, tehát a mintánk miatt ugye ez 2-2%, tehát ez nem jellemző. Viszont én most már néztem, mert hogy készülünk könyvet írni Őrsi Lászlóval az összes felkelőről, tehát az összes felkelő között már érdemi a paraszti származású csoport, de nekünk ezzel nem kellett foglalkoznunk, ez jelen esetben azért volt szerencsés, vagy hát számunkra szerencsés, mert nem kellett annyit dolgoznunk. Az volt a lényege, hogy nem kellett azt vizsgálnunk így nagy tömegben, hogy aki, és erre szívesen várok véleményeket, hogy aki mondjuk mezőgazdasági munkásból, tehát agrárproletárból, mondjuk segédmunkás lesz az iparban, hogy az most a mobilitás szempontjából előrelépése vagy sem, erről Andorka Rudolf elég sokat magyarázott, nincs közgázra jártam eredetileg, tehát ezt megítélni, hogy valaki mondjuk vagy önálló parasztból ipari segédmunkás lesz. Ugye az egy kommunista terminológia szerint parasztból munkás lett az előrelépés. Valójában jól tudjuk, hogy egy nagy gazda, akitől elveszik a földjét, az államosításkor, kollektivizáláskor, vagy a vagyonát, gépeit, és utána bekényszerítik mondjuk az ózdi kohászati üzembe, az nem valószínű, hogy egy előrelépésként érte meg ezt a dolgot. Ezt majd a nagy tömegekben vizsgált adatoknál kell majd mérlegelnünk, valószínűleg egyenként a lacossal le kell ülnünk megint, és átnyálazni ezt a több ezer fős adatbázist. Ami lehet, hogy nem úgy éri meg, de valószínűleg téved. Tehát a tényleges, stratégikus szempontból a fölemel, tehát a 10-20 éven belül felemelkedési esélye inkább van annak, aki gyárba került, akár azon az áron is, hogy tulajdontalanként került a gyárba, mint annak, aki ott maradt vidéken. Nyilván van egy ilyen, van az a fajta felemelkedési opció, ahol az ember TSZ-elnök lesz. Nyilván az nyilván nagyon nehéz összevetni, hogy most a TSZ-elnököt tekintjük-e magasabbnak, vagy egy kisgyárnak a művezetét. Nyilván már, hogy mondjam, némiképp egyéni ízlésítélet kérdése is, hogy magasabbra vagy alacsonyabbra definiálja az ember ezeket. Ez ugye a tökéletes társadalmi rétegződés modellek, ugye mindig az a baj, hogy ugye ez olyan fajta értékítéleteket hordoz, hogy lehet, tehát hogy mondjam, mi van följebb, mi van lejjebb, ugye, mert arról van egy viszonylagos konszenzus a társadalomban, hogy az iskolázottság az egy ilyen lineáris skála, tehát hogy elvileg a egyetemet végzett ember, az elméletileg magasabban van, mint a középiskolát végzett ember. Mondjuk én ebben nem mindig vagyok biztos. Én mint hogy tapasztaltam, tényleg nem így van. Magyarországon nem így van. Svájcban lehet, hogy így van. Jó, szóval ennek a linearitásáról van egy kvázi konszenzus, de ugye a foglalkozásoknál, noha ugye pont a Treiman skála ugye az azt mutatja, hogy döbbenetes módon a legkülönbözőbb társadalmakban van egy korreláció abban, hogy a legkülönbözőbb társadalmakban van néhány olyan foglalkozás, amit stabilan felülre definiálnak. Ugye elsősorban ezek a orvos és a, igen, de hogy a
Egyébként hát arról nagyon eltérő, nagyon-nagyon szórása az embereknek, hogy karrierként élik-e meg, vagy sem, hogyha DS vezető lesz a apuka. Egyszer néztem egy statisztikát, egy világ statisztikát, hogy mi a világ 10 legjobb állása, most már elfelejtettem 9-et, de nyilván vezérigazgató valahol, vagy bármi, de a 10 között volt a National Geographic fotósa. Ugyanis hát ez egyrészt nem keres keveset, mondjuk az amerikai, mert a magyarnál dolgoztam, ott azok keveset keresnek, de ha nem fotósként dolgoztam. De a lényeg az, hogy tehát olyan utazási lehetőségek, és egyszer voltam is egy ilyen bemutatón, ahol kiderült, hogy egy New York-i broker már unta ezt a tőzsdecápáskodást, és egyszerűen bérelt egy helikoptert, és Afrika fölött ő csinálta a legtöbb légi fotót. Nem ő volt a legjobb jobb fotós, viszont neki volt a legtöbb pénze helikoptert bérelni, tehát végül is egy évben csinált 100 000 fotót, abból 10-et ki tudtak választani, ami jobb volt, mint a profi fotósoké. Ezt mondta, hogy ő gyors tüzelőre állította a fényképezőgépet, és utána otthon egy fél évig válogatták, hogy az életlen képek legyen egy már éles, és akkor egy zebra ott szépen futkározik Afrikában. Amikor ezt elmondtam, mi arra nagyon készültünk, hogy ez micsoda, jön a sztárfotós, és akkor majd elmondja, hogy hogy kell fényképezni, és kiderült, hogy gyors tüzelőn van a gépe, és a helikopter bérleti díja kérdését. Na, térjünk vissza a Hortikor és a felkelő parancsnokokhoz. Lényeg az, hogy igen, tehát és ugye egy másik nagyon fontos szempont, amivel cáfoljuk ezt az egész csőcselékezést, meg szent suhancozást. Még egyszer mondom, az összes felkelőre még nem végeztük el, és ott valószínűleg ez igaz, de a parancsnokokra nem, hogy feltűnően sok a munkás származású. Tehát a kádári propagandának abszolút nincs igaza. Ugye hát ez a legnagyobb baj a forradalmi munkás paraszt kormánynak, hogy hát se nem forradalmi, se nem munkás, se nem paraszt. A kormány az vitatható, mert bábkormány volt ugye a Kádár kezdetén. Tehát, és ráadásul a forradalom vezetői, most csak még csak a szülők foglalkozásánál tartunk, 11% a szülőknél szakmunkás, 20% szakképzetlen munkás volt, tehát 31% a felkelő parancsnokoknak munkás származású, intergenerációs adat ez. Ha a felkelőknek az 56-os, illetve az első foglalkozását nézzük, akkor még durvább a helyzet, ugyanis 35% munkás az első foglalkozás, akkor és 25% szakképzetlen munkás, de ebben ugye benne van a Batthyány gróf is, ugye, tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy aki szakképzetlen munkásként dolgozik, arra rá lehetne fogni, hogy csőcselék, ugye, hogy nem tudom, segédmunkás, ilyen vándormadár, vagy nem tudom, megbízhatatlan, stb., és akkor ő egy csőcselék lenne. Szó nincs erről, itt, vagy hát esetleg lehet szó róla, de alapvetően arról van szó, hogy itt egy státuszuktól megfosztott rétegről van szó, tehát akik az önálló létüket kénytelenek feladni a kialakuló szovjetikus rendszerben, főleg 48 és 56 között lesznek a Batthyány grófokból segédmunkások, és majd esetleg betanított munkás, de még mindig a szakképzetlen kategóriába soroltuk. Mi egyébként az adatok között megkülönböztettük a segédmunkás meg a betanított munkás, de nem mindig volt erre megfelelő adat, és végül is a nem olyan nagy számú a csoport, ezért ezt a kettőt összevontuk. Tehát a szakképzetlenre a segéd és a betanított munkásokat soroltuk. Tehát az a lényeg, hogy 60%-a a felkelő parancsnokoknak munkás volt az első foglalkozása szerint. Tehát nem igaz, hogy tulajdonképpen a munkás hatalom ellen a munkások lázadtak fel, ezt tudjuk jól.
ez ugye a Kádár báb kormánynak az egyik legfőbb problémája volt, hogy ezzel megküzdjön. Egyébként Csepelen tanítottam 2 évig, és ott elég sokat utána néztem, főleg Őrsi László munkáiból, hogy hány munkás lépett fel a munkás hatalomnak nevezett hatalom ellen. Tehát Csepel, Soroksár, Pesterzsébet, Jutadomb, ezek a legtovább, fegyveres harcban legtovább harcoló kerületek voltak. Nagy Péter Tiborral beszéltünk már arról, hogy itt azért vannak Csepelen meg máshol, nem csak munkások, akik felkelnek a rendszer ellen, tehát ebbe is majd még belemegyek. Na most nézzük azt, hogy hány a munkások akkor, amikor 56-ban kitört a forradalom, ott 27% szakmunkás és 18% szakképzetlen munkás. Tehát csökken a munkások aránya, ha azt nézzük, hogy 56-ban éppen mit csináltak ezek az emberek. Nagy részüket ugyanis vagy elbocsátották, vagy pedig ők maguk, ugye, mint mondtam, ez egy intragenerációs módon felfelé törekvő csoport, tehát próbálnak kiemelkedni, tehát például a nem önálló alsó középosztálybeliek száma közöttük 11-22%-ra növekedett, míg a munkások aránya ugye 60%-ról 37-45, tehát 15% ponttal csökken a munkások aránya az első foglalkozás és az 56-os foglalkozás között. Tehát ezek az emberek, mondom, intergenerációsan visszaesnek, de, mert ugye hát mondtuk, hogy a szülők 58%-a jobb helyzetben volt, mint amilyenben ők a foglalkozásuk, első foglalkozást nézve. És a lényeg az, hogy tehát az a lényeg, hogy 56-ra ezek az emberek jelentős részben javítottak a pozícióikon, ugyanis például a szellemi foglalkozásban első foglalkozásuk 7%, 56-os foglalkozásuk szerint 20%. Tehát a szellemi foglalkozásúak aránya majdnem 3-szorosára, tehát 24-ben nincs, 3-szorosára emelkedett volna. Tehát 3-szor több a szellemi foglalkozású 56-ban, mint ahogy kezdték a pályájukat. És azért érdekes, hogy viszont a rendszer nem segíti őket, tehát a vezető és értelmiségi poszton dolgozók száma egy minimálisan, de csökkent, tehát 16-14%-ra, tehát ezek az emberek nem a rendszer kegyeltjei, tehát továbbra is azt mondom, tehát ezek az adatok nagyon szépen, néha én azt mondom, hogy kicsit túl szépen is korrelálnak egymáshoz, ezért fogjuk majd megnézni, nyilván az összes felkelőt, ott azért más bonyolultabb dolgok lesznek, de itt egyértelműen látszik, hogy nagyon sok a munkás közöttük származásilag is, első foglalkozás szerint is, és 56-os foglalkozás szerint is, de csökkenőben van a munkások aránya, és ezek az emberek ki akarnak emelkedni 45 és 56 között is, nem adják fel, és próbálnak érvényesülni. Nyilván, de van egy felső gátja, lenyomja őket a rendszer, és valószínűleg ez az elégedetlenség járul hozzá ahhoz, vagy ez is hozzájárul ahhoz, hogy 56-ban felkelő parancsnokok lesznek. Nyilván itt a családi tradíciók, életstílus csoportok, ugye az Utasi Ágnese is utaljak. Nyilván ezer más tényező van, de ez is egy tényező, és lassan, majd 1 óra után, majd mindjárt, tehát már 10 óra után fogok egy szünetet tartani, és akkor én gyakorlatilag ezt a blokkját be is fejezném a kutatásainknak, mert a részletes életrajzokban nem akarok belemenni. Inkább 56 nemzetközi összefüggéseiről beszélnék majd a hátralévő részben. Most még egyet viszont nagyon fontosnak tartanék, hogy tehát megnéztük ezeket a társadalmi mobilitási mintákat. Tehát, hogy megpróbáltuk megnézni azt, hogy most ezek az emberek tényleg folyamatosan vesztenek-e a státuszból, folyamatosan növelik-e a státuszukat, vagy pedig ingadozó pályát futnak be. Na most találtunk pár embert, akik mondjuk a személyes karrierjüket tekintve mindig a csúcson vannak, és van néhány, aki soha nem ér el semmit. Tehát az ő
tehát nincs mobilitás az esetükben. A csúcson lévőket azért a jó helyzetűek közé, tehát akik 45 és 56 között mindig a saját helyzetükhöz képest a maximumot hozzák, azokat azért a kedvező csoportba soroltuk, és tehát néztünk olyan csoportot, hogy ki az, akinek a pályája folyamatosan emelkedik 45 és 56 között, tehát a szülei státuszát megnéztük, az első foglalkozását megnéztük, és az 56-os foglalkozását. Hogy ez folyamatosan emelkedő legyen, az összesen két ember volt, tehát nyilvánvaló, hogy kevés elégedett emberrel találkoztunk. Tehát igazán elégedett ember az ugye, aki alacsony státuszú szülőkhöz képest már ő mondjuk tanult, és már az első foglalkozása is magasabb, mint a szülőké, amiről Péter beszélt, tehát, hogy mondjuk egy érettségizett szülőnek már egyetemet végzett fia, az már nyilván nem ugyanolyan állásba helyezkedik el, mint az édesapja vagy édesanyja. Általában az apa foglalkozását néztük egyébként természetesen, hiszen itt még egyrészt arról vannak adatok, nagyon ritkán, hogyha nem volt, akkor az édesanyja foglalkozását néztük. De alapvetően az apáit tekintettük meghatározónak, mint ahogy általában az is meghatározó. Na tehát két ember volt, aki szuper karriert futott be, és mégis felkelő parancsnok lett, tehát nem ez a tipikus ugye a 60-80 fős mintáról. Azért 60-80 fős, mert több embert vizsgáltunk, de nem mindenkiről volt adat. Na a lényeg az, hogy 18 embert találtunk, akinek legalább felfelé, de ingadozva megy a pályája, vagy stagnál a maximumon, vagy pedig abszolút felfelé íve, és ez pont 33%-a az adatainknak. Tehát kijön az, hogy a felkelő parancsnokok jelentős része növelni tudta a presztízsét, javítani tudta a státuszát 45 és 56 között körülbelül. Ehhez képest van egy szintén durván egyharmadosra becsülhető társaság, 31%, tehát 17 fő, aki egyszerűen stagnál. Tehát, de ide számoltuk azt is, hogy stagnál, de minimumon. Tehát, hogy ez ember, hát ő a magához képest nem változott a helyzete. Tehát ez összesen a stagnál, az 15%, stagnál, de minimumon az 11%, és igen, és akkor volt még, tehát ez körülbelül 31%. Ők tehát az, hogy valakinek stagnál a társadalmi státusza mondjuk évtizedeken át, az nem egy pozitív dolog viszont, tehát ezek az emberek már elégedetlenek lehetnek, tehát azért a felkelő parancsokok nem véletlenül közül kerülnek ki. És még nagyobb számban vannak azok, akiknek lefelé ingadozva, vagy abszolút lefelé mutat a társadalmi mobilitás alapján a társadalmi státuszuk, ők 35%-ot 19 főt tesznek ki. Tehát a három csoport, még egyszer, 18 fő, aki vagy jó helyzetben van, és abban maradt, vagy pedig javította a helyzetét, 17 ember, aki nagyjából stagnált, és 19 ember, tehát a legtöbb, de hát statisztikailag gyakorlatilag ugyanaz a három csoport, tehát nem voltak a hiba határon belül, tehát 35%-nak romlott a helyzete. De hogyha összeadom a stagnáló és a romló helyzetűeket, akkor ugye már is 35 meg 31 az 66%, tehát a felkelő parancsnokok kétharmada biztos, hogy elégedetlen volt a sorsával, hiszen aki nem tud javítani, és akinek meg romlik, hát nyilvánvaló ezt már nem kell tovább magyaráznom. Tehát még azt is megnéztük, hogy önmagában a bizonytalanság is egy elégedetlenségre okot adó tényezőnek vélem én, részben saját tapasztalatból, tehát amikor 2019-ben kormányrendelettel megszüntetik az ember állását, az nem tölti el általában elégedettséggel az embert, még ha Orbán Viktor tette ezt az intézkedést, akkor sem. De a lényeg az, hogy az azonos pályairányú emberek száma, megnézzük. Tehát ki az, akinek a pálya, tök mindegy, hogy lefelé vagy felfelé, de nagyjából azonos irányba mozgott. Mindössze három ilyen ember van a felkelő parancsnokok között. Tehát egyszerűen 45-56 között
ugye a Gyarmati Györgynek a állandó rendszerváltások, vagy folyamatos, a rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, ugye 1945-56. Tehát itt minden évben rendszerváltás volt, 45 és 56 között kis túlzása, 52-t leszámítva szerintem, mert hogy akkor abszolút sztálinizmus volt, de ezen kívül szerintem minden évben szörnyű. Néha jó dolgok, ugye az a másik, ugye hogy a 45-47 között voltak jó dolgok is, de hát azok alapjában véve negatívra fordultak a végeredményben. Tehát az a lényeg, hogy három ember tudott stabil pályát befutni, vagy azonos irányba mutatott a mobilitás, és a kiszámíthatatlanság az 34 emberre volt jelentő, tehát ingadozó pályája volt, tehát a 63%-a a mintának, és stagnáló pályája meg 31%, ugye ez ugyanaz, amit mondtunk, hogy stagnál vagy stagnál, de minimumon. Ez az előző kategória volt. Tehát az a lényeg, hogy ha így nézzük, akkor viszont már 94%-nak van ingadozó vagy stagnáló pályája, és akkor itt már látszik, hogy miért lesznek felkelő parancsnokok ezek az emberek. Tehát egyszerűen állandó, kiszámíthatatlan és bizonytalan az életük. Nehezen bírják, és változást akarnak gyakorlatilag. Mármint a változást akarják megváltoztatni, mert már lassan elegük van ebből. Tehát szerintem itt fejezem be az 56-os felkelő parancsnokok elemzését. Abszolút szociológiai szempontból, tehát itt most nem megyünk bele egyes életekbe, elképesztő részletek vannak a Őrsi Lászlóval közös tanulmányunkban, az mind Őrsi Lászlónak a érdeme. Ha valaki akarja, esetleg a szünet után 10-15 percben ki tudok térni ilyen érdekes életrajzokra, de ha nincs erre igény, akkor én alapvetően az 56 nemzetközi összefüggéseit elemezném a hátralévő időben. Ha valaki erre igényt tart, akkor még megkérném a Lacost, hogy egy kicsit maradjon velünk, hogy segítsen be, mert ezek az ő kutatásai. Ha nincs erre igény, akkor szerintem nagyon köszönöm, hogy itt volt mindenki. És akkor a szünet után mondjuk én most 10 óra 3 perc van. Akarja valaki ezt az életrajzokat, hogy menjünk bele? És annyi mondanék hozzá, hogy az anyákat azért nem is vettük annyira figyelembe, mert 90%-uk vagy annál több is, ha jól emlékszem, háztartás belé volt. Tehát nem is volt állás, nem volt állás, majd részünk. Úgyhogy az nem tudtuk, nem volt meg, nem volt semmi alatt, volt másodat. Tehát ha valaki akarja mondjuk a Csongovait, a Nikkelsburgot, vagy ilyen élettörténeteket kiemelhetünk, de ezt inkább Lacosra bíznám. De együtt megbeszélhetjük, én néhány adatot kiírtam, de szerintem, hogy van az a Konstantinidis Andrea Görög, hát ugye vörös hadseregben, a szovjet vörös hadseregben szolgáló tisztekről van szó, akik a vörös hadsereg ellen küzdenek 56-ban, tehát ugye a görög, az azt hiszem a szovjet vörös hadseregnek is tisztje volt, ugye Lacos? Igen. Tehát ugye elképesztő, tehát szó nincs itt ilyen hortista, szóval van köztük persze hortista is, de szóval szó nincs arról, ami a narratívák, politikai narratívákban. És szó nincs arról, hogy pesti srácok lettek volna, orvosok, grófok, tisztek, kommunista főtisztek vannak köztük, tehát nem csőcselékről van szó, ez a lényeg. És nem pesti srácokról olyan értelemben, hogy most próbálják ezt súlykolni, csak pesti srácok vannak, és más nincs. Nincs Nagy Imre, nincs senki, mert nincs munkás tanács. Egy nagy kérdés az, ami mintha kimaradt volna nekem, de lehet, hogy azért, mert egyáltalán nincs adatotok, bár azt nem hiszem, hogy egyáltalán ne lenne, hogy ugye a társadalom az ugye nem csak így rétegződik, hanem így is. Magyarán, hogyha azt mondjuk, hogy Erdei Ferenc és kettős társadalom elmélet, akkor azért mégiscsak a magyar társadalom ugye egy keresztény pont, a keresztény zsidó diotómia szerint is oszlik. Van A kettős társadalmat, az ipari és mezőgazdasági társadalmat azt vizsgáltam, és mondtam, hogy szerencsére nem kell ezt nézni, hogy most aki agrár proletárból munkás lett, mert... Nem az igazi. Igen. Itt nincs paraszti származású, azt majd a nagy
Vagy egy, mondtam, hogy kettő van összesen, tehát hogy nem kellett ezt statisztikailag néznem, mert nem lett volna releváns az eredmény egy emberből levonni statisztikai. Ez ugye az 50-es évek statisztikája, ugye a nyesett átlag. Igen. Ezt tanultam, de ezzel most nem éltem ezzel a lehetőséggel. Nagyon szép, biztos nagyon jó tendencia kijött volna, 100% meg ilyesmi, de a lényeg az, hogy felekezetet nem néztünk, de a zsidó résztvevőkre, vagy zsidó származású, vagy holokauszt túlélőkre visszatérhetünk, hogyha gondoljátok a szünet után. Jó? Akkor most van 10 óra 6, lehet az, hogy 10 óra mondjuk 10 óra 20-kor folytatjuk, lehet? Vagy nem sokat? Sem. 10 óra 20, jó? Akkor 10 óra 20-kor várunk mindenkit. Jó, nagyon köszönöm a figyelmet. Akkor még erre visszatérünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Szervusztok! Szevasz! 10 óra 20-kor lesz, tehát egy negyed óra múlva, vagy nem egészen negyed óra múlva, ha be tudsz lépni, a zsidók és az 56-ról, tehát a... jó, átküldtem. Jó, hello, szevasz!